Szombathely pont a város látnivalóiról, programjairól, vendéglátóhelyéről és sportolási lehetőségekről tájékoztató folyamatosan frissülő új mobil alkalmazás. Alapkőletétel új plébániával és közösségi házzal gazdagodik az oladi városrész, a 40 millió forintos beruházás jövőre készül el. Nyert a Viktória, a csapat megszerezte első győzelmét a szezonban, a lányok hazai pályán 8 gólt rúgtak a sereghajtó Szeged együttesének. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Maroski Adrien. Jó estét kívánok! Mindent Szombathelyről a Szombathely ponttal. Új okostelefonon használható applikációt mutatott be az önkormányzat, az Agora, valamint a Sportközpont és Sportiskola. A városba érkezők az alkalmazás segítségével tájékozódhatnak a programokról, vendéglátó és szálláshelyekről, sportolási lehetőségekről. Japán napot tartanak szombaton a moziban, akár már erről a programról is lehet tájékozódni a frissen megjelent mobil applikáció segítségével. Néhány kattintással elérhető Szombathely teljes rendezvénynaptára, térképe, hírei, a látnivalók leírása, a vendéglátó és szálláshelyek listája, de sportolási és kirándulási lehetőségeket is kínál a rendszer. Elsősorban a turisták számára lehet hasznos az applikáció, de minden bizonnyal a digitális világ iránt fogékony fiatalok is szívesen használják majd. Azt mondják a népek manapság, hogy ez tönkreteszi a kultúrát, meg elfelejtenek a gyerekek olvasni. Hát én úgy gondolom, hogy nem így van. A gyerekek nem felejtenek el olvasni, a gyerekek sokkal okosabbak, sokkal tájékozottabbak. Fölgyorsult a világ. A program gyors, korszerű és élményszerű szörfözési lehetőséget kínál mindenkinek. Használója átfogó képet kaphat a városról. Ez az applikáció összeköti a sportot, a művészetet, a közösségi kultúrát későbbiek során természetesen az összes civil szervezetet is beleértve, valamint az önkormányzat egyéb hasznos információit. Azt is mondhatnám, hogy a múltat egészen Szentmártonig visszamenőbe a jövővel. A városban működő sportklubok eredményeiről, rendezvényeiről is naprakész információkat kínál az applikáció. A Sportközpont és Sportiskola is folyamatosan új feladatokat kap, megkapta ugye ezt a feladatot is, hogy az applikációban folyamatosan segítsünk, és munkatársaink segítségével pedig töltsük a mindennapi dolgokat. Közel 30 fős csapat dolgozik az alkalmazás továbbfejlesztésén. A program folyamatosan bővül, a frissítéseket automatikusan felajánlják az okostelefonok. Új plébániát kap az oladi egyházközség. A beruházás a városrészen élők felajánlásaiból és a Szombathelyi Önkormányzat 40 millió forintos támogatásából valósul meg. Az új épület várhatóan jövő nyárra készül el. Elhelyezték az új oladi plébánia és közösségi ház alapkövét. Mintegy 250 évvel ezelőtt egy idős házas pár az oladi plébániára hagyta a házát. Az épületet akkor kibővítették, és több mint 200 évig szolgálta az oladi egyházközséget. Még ezelőtt több mint 10 évvel a városrendezési terv úgy rendelkezett, hogy ezen a helyen, ahol a plébánia ház áll, majdan utat kell építeni, és hát íme ennek a rendelkezésnek a beteljesedése most a mi napjainkra esett, amikor hát így ennek megfelelve a plébánia épületét elbontottuk. Az oladi hívek gyűjtéséből, valamint az önkormányzat 40 millió forintos hozzájárulásából új plébániát és hozzá közösségi házat építenek. Ez úgy jöhetett csak létre, hogy Szombathely a városrész lakóinak összefogásából elkészítettük, illetve elkészítjük az itteni épületet. Az épület nagyobb részét a közösségi ház foglalja el a kiszolgáló helyiségekkel. A tervek szerint 2015. június 30-ára készül el az új plébánia. Több mint 50 millió forintból összesen 500 méteren újult meg az út és a járda a Badacsony és a Fátra utcákban, a Csónakázótó környékén. A Vasi Víz ZRT és az önkormányzat közösen végezte a burkolat helyreállítási munkálatokat.
2011-ben a házakhoz vezető bekötéseket, tavaly pedig a gerincvezetékeket cserélte a Vasi Víz ZRT a Badacsony és a Fántra utcában. Az építés során megbontották az utakat, járdákat és a zöld területet is. A nyomvonalat ugyan helyreállították, de a végső befejezésre mostanáig várni kellett. A konszolidációnak a megvártát követően 2014-ben az aszfaltos rekonstrukciót valósítottuk meg, és így történhetett meg az is, hogy a patkába benyúlva a járdát, mivel a horganyzott bekötések arra mentek, a járdát is rekonstruálni kellett, hiszen az építési engedélyünk az így szólt. A csapadékvíz elvezető rendszer mintegy 8 millió forintból újult meg. Ennek költségeit az önkormányzat finanszírozta. A közműszolgáltató cég rendszeresen egyeztet az önkormányzat szakembereivel, hogy a különböző útfelújítási munkákat összehangolják. A hivatalos átadón elhangzott, a városvezetés fontos feladatának tartja az utak és a járdák rendbetételét. Most a 2014-es esztendőbe jutottunk el oda, hogy forrásaink vannak arra, hogy a járdákat, utcákat, utakat is felújítsuk itt Szombathelyen, itt a városban. Ez a Badacsony utca, Fátra utcára ugyanígy vonatkozik. Itt a Vasi Vízzel együtt készítettük ezt az burkolatot, illetve járdát. Az elmúlt időszakban számos utca újult meg a víz és csatorna rekonstrukciót követően. Jelenleg az Akacs Mihály, a Dob, az Eszterházi Antal és a Késmárk utcákban folynak hasonló helyreállítási munkálatok. Vágány szabályozási és építési munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Vép és Szombathely közötti ipari úti vasúti átjárót október 5-én reggel 7 órától, október 10-én 20 óráig. Az autósoknak kerülniük kell, a Gyesev a közlekedők türelmét és megértését kéri. További rövid hírekkel folytatjuk. Téli kabátokat adott át Puskás Tivadar a szombathelyi járási Borostyánkő katasztrófavédelmi mentőcsoport tagjainak mintegy 320 ezer forint értékben. A csoport az önkormányzathoz fordult, hogy segítsen a ruházat beszerzésében. A szombathelyi képviselőtestület úgy döntött, biztosítja az ehhez szükséges pénzösszeget, mondta a polgármester. Unger István tűzoltó ezredes, a Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy a járási mentőcsoportok létrehozása helyes döntés volt. Megalakulásukat követően a nemzeti minősítő gyakorlaton is túljutottak már a tagok. Ős bemutatóval kezdődött a Korunk Zenéje Fesztivál Szombathelyen. Szerdán este a Bartók teremben csendült fel először Békési Marton Csaba műve, a Cantus Lustralis oratóriuma. A művet Fáy Ferenc Jeremiás Siralmai című 56-os emigrációban született verse ihlette. A műsorban közreműködött többek között a Szavária Szimfonikus Zenekar Kamara Együttese, a Vikár Béla Vegyeskar, a Kodály Zoltán Általános Iskola Nagykórusa, valamint Jordán Tamás színművész. A Korunk Zenéje Fesztivált 7 városban rendezik meg a Zene Világnapjához kapcsolódóan október 18-áig. Kiállítás nyílt Hans Ragnar Mathisen, norvég képzőművész alkotásaiból a szombathelyi képtárban. A művész számos műfajban különféle technikával készít olajfestményeket, akvarelt, litográfiát, fametszetet, rézkarcot és fotót. Mathisen foglalkozik a régi kultúrák emlékeivel, az ősi népek hitvilágával. A kiállításon népi ihletésű grafikái láthatók, amelyeken ötvöződik a modern látásmód és a kulturális hagyományok tisztelete. A kiállítás november 2-ig látogatható. Az első világháború áldozataira emlékeztek a művészeti szakközépiskola diákjai. Az eseményen Puskás Tivadar polgármester elmondta, államok közötti nézeteltérések csak békés úton, racionális döntések révén oldhatók fel, hiszen az országok vezetői arra kaptak felhatalmazást, hogy a közjavát szolgálják. ...1920-as évekből származó dalok és operett részletek is felcsendültek a Művészeti Szakközépiskola rendezvényén. Az intézményben az első világháború a művészetek tükrében tartottak megemlékezést a nagy háborús emlékévhez kapcsolódóan. 2014 egész Európában az emlékezés éve annak tiszteletére, hogy 100 esztendeje robbant ki az első világháború. Meg kell tanulnunk mindannyiunknak,
hogy az ember-ember közti konfliktust lehetőleg ne háborúval oldjuk meg, tárgyalással oldjuk meg. Elhangzott itt az is, hogy az összefogásra nagy szükség van. Az összefogásra nem csak a háború idején van nagy szükség, hanem a békeidőben is. Az iskola közvetve már korábban csatlakozott a világháborús emlékév programjaihoz. Arra jutottunk, hogy ha már művészeti szakközépiskola vagyunk, utána más formában kellene megvilágítani ezt az időszakot, úgy, ahogy nem szokás, tehát nem egyfajta történeti kronológiában, hanem a művészeteket központba helyezve. Az iskola már az előző tanévben megkezdte a felkészülést az emlékév programjaira. Először csak egy ötletbőrzét tartottunk, majd ennek megfelelően próbáltuk az anyagot gyűjteni nyáron. Szerencsére a nyár elején rengeteg szöveg került fel az internetre, tavasszal nyár elején. Ezek mind személyes anyagok voltak, hiszen ennek a nagy európai programnak része volt a személyes történelem. Az ünnepi műsorban Benda Jenő, a Pesti Hírlap korabeli tudósítójának írásaiból hangzottak el idézetek, a háború kitörése előtti fővárosi hangulatot érzékeltették. Az előadott prózai részletek és zeneművek jól illeszkedtek a háború képeiből összeállított kompozícióhoz. A megemlékezés az iskola zenekarának előadásával zárult. Megszerezte első győzelmét a 2014-2015-ös szezonban a Victoria Trend Optika FC NB1-es labdarúgó csapata. A szombathelyiek hazai környezetben 8-1-re győztek a sereghajtó Szeged együttese ellen. Az élvonalbeli női labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában két pont nélkül álló gárda, a Victoria FC és a Szeged találkozott Szombathelyen. A mérkőzést 2-0-ás félidőt követően 8-1-re nyerte meg a hazai gárda. Mitter Stiller Csaba együttese ugyan nagyjából valamennyi helyzetét gólra váltotta, de a játék ettől függetlenül nem volt éppen gördülékeny. Ha tömören akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy örülök, hogy túl vagyunk rajta. Annak is örülök, hogy ennyi gólt rúgtunk, de a játék az messze menően elmaradt attól a fajta várakozástól, illetve attól a fajta játéktól, amit egy hónappal, vagy közel egy hónappal ezelőtt annak egy vesztes mérkőzéssel léptünk pályára az MTK ellen, a csapat produkált. A szombathelyi csapatból többen is jó játékkal rukkoltak ki, Heike Mahart 3, Dénes Dorka 2, Szakogyi Emese, Harsányi Andrea és Vörös Viktória pedig egy-egy gólja miatt feltétlenül dicséretet érdemel. Úgy gondolom, hogy végre mi gyakoroltunk edzéseken is, kapralövéseket, kis játékokat, azokat ki tudtuk használni, végre az utolsó passzaink is bejöttek, helyzeteinket végre góllal zártuk, úgyhogy szerintem teljesen egyértelműen megérdemelten győztünk. A Victoria Trend Optika FC győzelmének köszönhetően most már 3 ponttal rendelkezik, mellyel a tabella 6. helyén áll. A szombathelyek legközelebb szombaton 15 órakor a 7. pozíciót elfoglaló Újpest otthonában lépnek pályára bajnoki mérkőzésen. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.